Csincsilla, teknősbéka, szakállas agáma csak néhány a különleges szeretnivaló kis állatok közül. Többek között ezek teszik szépé a tábori élményüket azoknak a gyerekeknek, akik a Misina Természet és Állatvédő Egyesület Pécs-Somogyi Állatotthonában táboroznak. Nagyon imádom az állatokat. Azért, mert amikor először ide kerültem, akkor nagyon megtetszett a tábor. És hát ugye vannak sok kutyák, amiket nagyon szeretem, meg a macskákat is. Ugye vannak lovak, és ugye egyáltalán nem annyira, de azért félek a lovaktól. És ugye ma volt lovaglás, és megtanította ugye a ló is, meg mindenki, hogy nem kell félni. Most ugye az történik, hogy ugye körbeadják az állatokat, és nekem az azért tetszik, mert van egy-két állat, ami nagyon cuki, nagyon fürge, nagyon imádnivaló. Például a csincsilla, az nagyon puha. Meg ugye a teknősök is cukik. A hetes turnus alatt több állatfajtával, azok tulajdonságaival, a velük való bánásmóddal ismerkednek az itt táborozók. Megtanulják a klikker használatát a kutyákhoz. Lovagolnak, próbálkoznak a fogadhajtással, de az egész állatmenhely területét is bemutatják a gyerekeknek. Kutyás lovas táborként indultak ezek a táborok. Részben az érdeklődésre való tekintettel, részben pedig azt gondolom, hogy az egyesület szellemét is igazolva egy kicsit összemostuk ezt, hiszen azt szeretnénk, hogyha aki ide bejön, az megismerkedhetne a Misina Egyesület állataival, megtanulhatja, hogyan kell állatot tartani, jó értelemben, hogy kell állatot tartani, hogyan kell az állattal együtt élni, mi is ez a harmonikus ember-állat kapcsolat. És majd jó magas emelitek a kezeteket, oké? Okay? A kettelésből tartott állatok csoportja a sok kis állat, amivel éppen most foglalkoznak a gyerekek. Ilyenek például a hüllők, a gekkó, a szakállas agáma, a csincsilla vagy a teknősbéka. Ők olyan állatok, akiket nagyon sokat viszünk közösségbe, nagyon sokat vannak kézbe, hozzá vannak szokva az emberi környezethez. És azt gondolom, hogy rajtuk keresztül elmondhatjuk azt is, hogy kell ezeket az állatokat tartani, hogy kell állatokat tartani, és elmondhatjuk azt is, hogy nem kötelező mindenkinek állatot tartani, mindenki olyan állatot tartson, aminek a körülményeit biztosítani tudja. A nyári tábor 4 turnusos, hétfőtől péntekig tart, naponta hazamennek a gyerekek. Általános iskoláskortól egészen 16 éves korig vehetnek benne részt a táborozók. Jelenleg teltházzal működnek. Vannak diák önkénteseik és pszichológus hallgatók is, akik segítik a munkát, vagy éppen tanulmányaikhoz szükségesek az itt szerezhető ismeretek. Tette hozzá Farkas Tamás, a Pécs-Somogyi Állatotthon vezetője.